Sziasztok, sziasztok! Rem Gábor Ács, itt a ZTE-nél vagyunk, ahol egy gyönyörű új okostelefon láthatok a képben, méghozzá a V9-et, amit egy relatíve jó áron lehet majd, nagyon szép technikai adatokkal lehet megvenni, méghozzá 78 ezer forint körül már kapható lesz a V9-nek a nagyobb eltérző, van a V9 Vita is, amit majdnem Lightnak is lehetne nevezem, ami egy műanyag, kisebb házú készlék, és az már csak kb. Felanyba fog kerülni, de maradjuk egyenlőre itt a sima V9-nél, aminek persze van elől egy szép kamerája, hátul dual kamera rendszer, és már látjátok, itt csillog úgy, mint egy Honor 9 telefonnak is mondhatnám, és kékben és feketében is lehet persze menni. Majd, hogyha márciusban hamarosan a piacra kerül, szép rakjuk meg le, és nézzük meg közelről, van egyszer egy 16 megapixeles kameránk plusz 5 megapixel, hogy tudjon majd mélységérzetet vele kioldani f1.8-al, plusz egy 13 megapixeles első kamera, aminek fix a fókusza. Oldal tudom belerakni dual SIM-et, vagy microSD-t is persze, és egy SIM-kártyát. A másik oldal meg van a kisbe kapcsolóbb hangerőszabályzó a megszokott helyen. Alul mikrofon, microSB csatlakozó tetén, meg még a fejhatózsá fért. Tehát Snapdragon 450 processzor van benne 3 GB-mal vagy 4 GB-mal is akár, és akkor 64 GB, hogyha 4 GB-ot vesztek, és 32 GB belső a tárhely, hogyha 3 GB-val. Szépen gyorsan fut, ahogy látjátok. Standard Android 8.1 fut rajta, tehát újabb a szoftver rajta, mint a Samsung Galaxy S9-en, tehát nagyon biztonságos is amúgy jelenleg. Kellemesen lehet itt mindent rajta csinálni, csak most a kamerákat fogjuk megnézni röviden. Ahogy látjátok, majd az első kamerában portré móduszban vagyunk. Ezt át tudjuk váltani beauty módba, selfie módba, meg persze videóban. Aztán a hátsó kamerában vannak AR effektek, tudom persze videót felvenni, fotót, itt is van portré, meg bokeh. A bokeh az azt jelenti, hogy ide rakok valamit, akkor például körülötte eléggé minden sötét lesz, de nekünk kell beállítani azt, hogy milyen F-értékkel mit akarom majd felvenni. Mit kell készülékre még tudni, ahogy említettem, a márciustól kapható lesz ebben a három színben, amit mutattam. Kellemes kis okos telefon, és kíváncsi vagyok majd a Vita készülék belőle, kb. Mit fog tudni, és hogy ti mit szóltok ezekhez az új okos telefonokhoz. Közben is szóltam, Gábor Lázs legközelebbig, és se fecsegem feliratkozni.